Sziasztok! Ezt a sorozatot azért hoztuk létre, hogy MikroTikkel kapcsolatos praktikákat mutassunk nektek, egészen az egyszerű alapoktól a bonyolultabb, komplexebb megoldásokig. Remélem élvezni fogjátok, vágjunk bele! RouterOS, annak frissítése és minden ami ezzel kapcsolatos. Nyilván ti is találkoztatok már ilyen eszközökkel, előfordult, hogy nagyon régi szoftververzióval találkoztatok, futottatok össze, hogyha esetleg össze összehasonlítottátok a mikrotik.com szoftver szekcióját a routereteken futóival, akkor tapasztaltátok, hogy jócskán le van maradva az eszköz. Frissíteni mindig érdemes. Ismertek már, igyekszem a hálózatbiztonságra is nagy fókuszt fektetni, így igenis a frissítés egy fontos mérföldköve annak, hogy a rendszerünket, hálózatunkat, eszközeinket napra készen tartsuk. Hogy megy ez a routeros Amiről először is érdemes beszélni, az maga a frissítési csatornáknak a megléte, azoknak a különbözősége. Alapvetően három csatornáról beszélünk, a bétáról, stable-ről és long term-ről. Pontosan ilyen sorrendben válnak ugye egyre robosztusabbá és megbízhatóvá, Mondhatjuk, hogy long termet olyan eszközön üzemeltetünk, amitől nagy megbízhatóságot, hosszú üzemidőt várunk el, stabil, amiben az elérhető legfrissebb kiadás, legfrissebb fejlesztéseket fogjuk megtalálni, illetve hát nyilván hibajavításokat is, és b azoknak javasolják általában, akik szeretnek a penge élén táncolni, friss dolgokat kipróbálni, vagy éppen nyomon követni egy új technológiának a kifejlődését. Mondhatjuk azt, hogy egy otthoni eszközön bátran használhatunk stabil ágat. A legegyszerűbb frissítési módszer a System Packages menü használata, ahol a Check for Updates gombra kattintva megkapjátok a következő panelt. Mint látjátok, a panelen először is ki kell jelölnünk, hogy melyik csatornából szeretnénk a routerünket frissíteni. Én most itt kifejezetten a Stable ágat fogom választani, és azonnal a kiválasztást követően a router a Mikrotik oldalához fordul, Mikrotik szervereihez, ahol megnézi, hogy létezik-e újabb verzió, illetve hát annak alulra látjátok, betölti a változás naplóját. Két lehetőségünk van, csak letöltjük, vagy letöltjük és egyúttal telepítjük is az adott frissítést. Fontos, hogy ez a lépés nyilván csak magát a router os frissíti, illetve hogyha extra csomagokat telepítettünk fel, mint például IoT, GPS, User Manager, ezeknek a cseréjéről fog gondoskodni. Nem fog gondoskodni viszont a bootloader cseréjéről. A bootloader felel azért, hogy magát a router os betöltse, illetve hardverközeli közeli uh, is vannak benne, ezért nagyon fontos, hogy mindig azonos verzión tartsuk, mint ahol a router OSünk tart. Ezt, mint látjátok, a System Routerboard pontban érhetjük el, és az upgrade gombokat tintva tudjuk a router OS csomagban lévő bootloadert beflesselni az eszközünkbe. Persze, látjátok, hogy itt a Settings gombra kattintva lehetőségünk van automatikus upgrade-et is kérni, de sajnos ez így is két eszközúrrendítással fog járni, ugye egyszer, mikor magát a routerolvas megfrissítitek, és egy második, amikor majd maga a bootloader fog betöltődni a korábban beflesett bootloader. A másik út a manuális frissítés. A manuális frissítésre több módszerünk is van, de mégis talán legtöbben a SCP-vel vagy FTP-vel való NPK csomagfeltöltést választják. Ugye ilyenkor a Files gyökérkönyvtárába, a gyökérbe kell az adott uh, um, csomagot feltölteni, és egy egyszerű reboot során az operációs rendszer leállási fázisában, szabályos leállítási fázisában kerül a csomag A csomagot feljuttatni akár webfigen keresztül is tudjátok, de a legnépszerűbb módszer a Winbox. Egy egyszerű nyitott Winbox ablakba drag and drop be lehet dobni egy ilyen routerOS NPK csomagot, és az rögtön a megfelelő helyre kerül. Sokszor kapjuk azt a kérdést, hogy van-e lehetőség ezt automatizálni? Van. Több ilyen módszert is megnézhetünk. Az egyik legnépszerűbb az, hogy magát a csatorna ellenőrzését, az onnan való letöltést és a telepítést mondjuk egy System Scheduler menüpont alá beágyazott időzített skriptel végzitek el. Erre itt mutatok is egy példát. Ez a néhány soros skript elvégzi az ellenőrzést, vár néhány másodpercet, majd ha elérhető új verzió, akkor azt azonnal telepíti is. De ugye nem szabad megfeledkeznünk, hogy van még egy lépés, ami pedig maga a bootloadernek a telepítése. Ezt az alatta lévő következő scheduler script fogja megtenni. Bátran használjátok ezeket. Mint látjátok, ez a script a router beindulását követően fogja leellenőrizni, hogy volt-e már frissítve a bootloader, ha nem, akkor elvégzi azt. Lehetőségünk van auto-upgrade használatára is, ezt a System auto-upgrade alatt találjátok meg. Ehhez ki kell jelölni egy másik rútert, ami magát a csomagokat tartalmazza, és a frissítendő rúterekben pedig konfigurálni kell annak a routernek az elérhetőségét, felhasználó nevét, jelszavát, és hogy egyáltalán mi történjen akkor, hogy elérhetővé válik egy újabb verzió. Mégis ez talán a kicsit veszélyesebb módszer. Szeretünk frissítéseket irányítottan, ellenőrzött körülmények között csinálni, ezért mindenki döntse el, hogy a saját hálózatában melyik a megfelelő módszer. A gyúd a Mikrotik monitorozó rendszere felügyeleti szoftvere. Nyilván tarthatjátok fel az eszközeiteket, vizuálisan ábrázolhatjátok a hálózataitokat. De képes ez a rendszer arra is, hogy a rútereket frissítse. Egyszerűen magára a gyúd szerverre fel kell juttatni a csomagokat, amikkel a rútereiteket frissíteni szeretnétek, és a rútereken egy-egy kattintással el lehet végezni ezt a frissítést. Következőben egy ilyen példát fogok bemutatni. Itt a kijelölt routerünk. Fel vannak töltve a megfelelő csomagjaim, frissíteni szeretném a routert. Nagyon fontos, hogy ebben az esetben a routert routeróas módban kell a gyújt felé konfigurálni, és ha ez megtörtént, akkor látjátok, egy pár kattintással kezdeményezhetem a frissítést. Gyakran jön a kérdés, hogy képes-e a gyúd arra, hogy a routerek hierarchiáját is figyelembe vegye a frissítés során. Igen, képes rá. Ehhez viszont csoportba kell őket rendeznünk, és a csoportokon tudunk majd ilyen frissítéseket végrehajtani. Ugye jellemzően az akkor érdekes, hogyha egymás után láncba fűzött rútereket szeretnénk frissítgetni, nagyon sok kellemetlenségtől tudjuk magunkat megkímélni. Ez a kis példa pont egy ilyen láncba szervezett routercsoport, ugye router 1, 2 és 3, és nyilván azt szeretnénk elérni, hogy a 3-astól visszafelé frissüljenek meg. Ezek frissítését a csoportokra irányított frissítéssel megfelelően sorrendben el tudjuk végezni. Van még más módja is a frissítésnek, ez pedig a netinstall alkalmazás. Általában a netinstallhoz már akkor folyamodunk, hogyha valamilyen gond, probléma történt, esetleg meg is sérült maga a telepítés, de igaz rá, hogy frissítése is használhatjuk de ez kitenne egy önálló részt, úgyhogy legközelebb a netinstarról beszélünk. Hogy milyen téma legyen legközelebb, írjátok meg kommentben. Sziasztok!